köszöntök én is mindenkit ezen a szép ünnepen, amikor egy csendesebb idő, egy magunkba szálló idő, egy kegyelmi időnek a kezdetén vagyunk, és egy ilyen csodálatos nagyboldogasszony templomban magával a nagyboldogasszonnyal, a szűzanyával kézen fogva indulhatunk el ezen a lelki úton. Itt ősidők óta nagyboldogasszony templom állt, Szent István korától kezdve, és akkor rögtön az oltár oromzatán látható háromszögekben levő magyar szentjeinket szeretném meginvitálni, hogy őket is köszöntjük, hiszen igazi hungárikum, hogy nekünk ekkora koszorúja van a csodálatos szentjeinknek. Tehát Szent István király, aki a felező vonaltól jobbra az első szent idejében állt ez a templom. Kiemelkedő emlékeink vannak Szent Gellért püspök, ről, aki balról a harmadik szent, akinek vértanúsága után itt ravatolozták föl a testét, Szent Erzsébet 4 éves korában itt kötött eljegyzést, jobbról a második a rózsákkal, de még a románkori templom kövezetén kopoghattak Szent Margit kis cipői, balról a második, és 2 pillér, az egyházunknak 2 pillér, nagy pillére az Új és az Ószövetség határán, jobb oldalon keresztelő Szent János alakja, és bal oldalon pedig Szent Pál, a nemzetek apostola. Tehát így a szentek ölelésében érkezünk, és ez egy picit a templom történetére is visszatekint. És hát templomok vannak, kis templomok, nagy templomok, és valójában mi valamennyien a Szentlélek templomai vagyunk, akkor hadd idézek Reményik Sándortól Templomok című versét. Én csak kis fatornyú templom vagyok, nem csúcsíves dóm, égbe szökkenő, a szellemóriások fénye rám ragyog, de szikraszunnyad bennem is erő. S bár irigykedve holtig bámulom a domok súlyos drága titkait, az én szívem is álmok temploma, és Isten minden templomban lakik. Bennetek is, bennünk is, tehát egy ilyen nagy templom ünnepen vagyunk. A 75 éves főoltár Molnár C. Pál festőművész alkotása, tehát a férjem nagypapájáé. Hát nagyon-nagyon sok mindent lehetne róla mesélni, de ehhez akkor inkább hadd hívjak meg mindenkit. Az egykori műtermében kialakított kis családi magánmúzeumban, a Ménesi út 65-ben, a férjem, a menjünk ilyen kis családi gondozásban, őrizzük az ő művészi hagyatékát, meg lehet nézni tematikusan mindig más kiállításokat, mert annyira sokszínű, annyira gazdag az életmű, jelenleg egy apropó Tabán című kiállítás látható még egy darabig, tehát ott mondjuk részletesebben többet el lehet mondani Molnár C. Pálról, mert most igazából ez az oltár, ami témánk és a szemünket, ez az oltár igazából áhítatra, imádságra hív. Molnár C. Pál 1894-ben Batonyán született, az édesanyja svájci francia volt, Jean Conta, és most nagyokat ugorva elkerült Molnár Pál akkor még Svájcba, kereste egy kicsit a rokonait is, meg azért Párizsba vágyakozott, de ugye Magyarország veszítette a háborút, a párizsi beutazási engedélyre hosszasan várakozott, amíg jött az isteni szikra, hogy az édesanyja francia anyakönyvi kivonatát mellékelje, és akkor egyenes volt az út Párizsba, és ez alatt, a várakozás alatt kivonult a svájci hegyekbe, és teljes visszavonultságban remete életet élt. És ott egy Isten élménye volt, ott kapott egy olyan sugallatot, egy olyan inspirációt, amiből a bibliai tárgyú képei születtek, ez is, ami előtt most itt mi vagyunk, és
És ezek a képek áhítatot keltenek, tehát aki ezeket festette, az megérintett ember kellett, hogy legyen, akkor vásárolta az első francia nyelvű bibliáját, és hát valóban eljutott Párizsba, ahol hát dühöngtek mindenféle izmusok, amik az ő kísérletező kedvét persze érdekelték, mert kíváncsi ember volt, és mindenre, minden újdonságot kipróbált, de igazából, ami őt nagyon megihlette, az Frangelico volt, Giotto volt, ő ezeken a tradíciókon nőtt fel, és vallja azt, hogy a kereszténység és a politika nem jó testvérek. A politika emberi találmány, a kereszténység isteni eredetű, és ez nagy különbség. A kereszténység politikája a 10 parancsolat, amely minden problémára válasz. A művészet nem játszik a politikával, amaz örök, emez a korhoz idomul és változó. Úgy gondolom, hogy az igazi művészet a vallás megnyilatkozásának egy formája. Van, aki akkor imádkozik, mikor aktot fest, dicsőíti a teremtőt a formák és az élet szépségéért. Molnár Cépának nagyon ízes, nagyszerű stílusa volt, tehát nem csak az ecset, hanem a toll is jól állt a kezében. Az önélet írását sikerült könyvben kiadnunk. Még szintén az egyház művészetéről, a művészet sajátos ige hirdetés, mondja Molnár Cépál, a jó művészet mindig áhítatot kelt, s a jó egyház művészet kifejezetten. Ilyen értelemben igazán elmondhatom, hogy segítek paptestvéreinknek. Igazából az ő egyház művészete a római ösztöndi után bontakozott ki, amikor ugye Klebersberg Kuno nagyszerű ötletére, Gerevics Tibor megvalósításában Rómába kerültek a művészek. Molnár Cépál az első csoportba került ki 1928-tól 31-ig, és ott mélyen átitatódott mindazzal, amit már a Louvre-ban is megismert, ez a Trecento, Quattrocento-nak a csodálatos művészeivel, persze ez egyesült azzal a modern Novecento törekvésekkel, ami egy fiatal művészben persze, hogy ott van, és ebből a kettőből valami csodálatos harmónia született meg, és így lett ő egyházművész, de nem egyből, mert azért egy kicsit modernnek számított, újszerű volt az, ahogyan ő a nagyon hétköznapi módon megfestette a szemteket, még Glóriát is ritkán festett nekik, és eltelt 10 év, vagy szinte egy papi generáció fölnőtt, amíg aztán dőltek a megrendelések. Ezeknek a sorába illik bele ez az 1948-as megrendelés, amit azért megelőztek olyan hát óriási léptékű a 13. kerületben, a Szent László templomban 3 hatalmas, gyönyörű szárnyas oltára sok-sok képpel, pasi oldallal, évközi oldallal. Tehát volt előzménye, ami után, ez egy szűkörű pályázat volt 1948-ban, ahová meghívták őt, Molnár Cépált, Szőnyi Istvánt, aki ugyanabban az évben született, mint Molnár Cépál 1894-ben, de sokkal fiatalabb korában meghalt, és Medvecki Jenőt. És hát nagyon izgalmas, itt van a kezemben 2 jegyzőkönyv, az egyik 1948-ból, a másik 1950-ből. A 48-as jegyzőkönyvben, hát óriási nevek, ugye maga a plébános, aki szívügyének érezte, hogy a megrongálódott templomot megújítsa, és a 19. század során 2-szer is megújított oltár már nem illett bele abba az új koncepcióba, Balázs Lajos plébános úrról van szó, és olyan
olyan bizottság ült össze, mint Gerevics Tibor, Zsamton István, Gerő László, Kopp Jenő, tehát egy nagyon neves, rangos társaság, ahol itt le van írva a vitájuk, hogy melyiket, ki melyiket, miért ne, és hát Molnár C. Pál nyerte el ezt a pályázatot. Szőnyinek egy impressionista elképzelése volt, amit Osztie Zoltán plébános atya megkapott kölcsön a Szépművészeti Múzeumtól, tehát itt az oltár háta mögött látható a vázlat. Sajnos a Medvecki Jenő féléről csak a beszélgetés során leírás van, maradt meg, hogy milyen is lehetett valami dekoratív elképzelés, de abból a vázlatok vagy a képek nem maradtak meg. Molnár C. Pál elképzelése felelt meg legjobban a hívők vallásos áhítatának és annak a vágynak, amit mai napig is, azóta is, 75 éve is betölt. Erről is vannak csodálatos levelek, hozzászólások, hogy kit milyen élményként ért, amikor belépett ebbe a templomba. Miután a templom titulusa a Nagy Boldog Asszony, őt látjuk középen, a középképen Mária mennybevételét, aminek az ünnepe augusztus 15-e, és éppen augusztus 15-ére esett még egy fontos esemény, amikor 1985-ben Bárdos Ferenc kanonok úr, az akkori plébános megbízta Csibi Mihály festőművészt, aki a mi Molnár C. Pál baráti körünknek elnöke volt, egy csodálatos ember, a képnek a restaurálására. Hát aki a számokat szereti, 24 négyzetméternyi kép, 25 kép összesen, 460 centi széles, 340 magas, 2x3 méteres a középkép, tehát egy óriási munka, és Csibi Mihály csodálatos elmélkedéseket írt annak kapcsán, hogy ezek a képek testközelbe kerültek, és hogy ő mit látott, mit érzett, persze technikailag is leírja, hogy mit csinált, de hát csodálatos maga ez az írás is, amit Csibi Mihály ránk hagyott. Sovák Károly 87 éves volt, amikor aranyozó mesterként az aranyozást elvégezte a restaurálás alkalmával. Hát azt mondják, hogy ugye a képek, a szegények bibliája olyan időkből, amikor nem volt könyv, nem volt biblia, és akkor lehetett nézegetni, de igazából most a napokban hallottuk a templomban a hegyi beszédet, a boldog mondásokat. Most egy picit legyünk mi is ilyen szegények, és fogadjuk el ezt a festett Bibliát, hiszen maga a korunk is annyira vizuális, annyi élmény ér minket a szemünkön keresztül, és igazából a szemlélődő imában és a szemen keresztül is bele tudunk lépni azokba a jelenetekbe, üzenetekbe, amit a kép kínál. A nagy történet, az üdvösség története balra fönt kezdődik az angyali üdvözlet képpel, amikor Gábriel arkangyal megérkezik Máriához, Istennek a nagy B-tervével, a nagy megváltó tervével, miután az A-tervet, a teremtést a bűnnel elrontottuk, és felkínálja, hogy legyen Isten anyja. És ott van, ahogy minden emberben, Máriának is ott van a szabadsága, hogy erre a nagy felajánlásra mondhat igent és mondhat nemet, és ez a mindenható Isten, aki eget és földet teremtett, ő kiszolgáltatja magát az embernek, az ember döntésének, az ember szabad akaratának, hogy mit válaszol. És Mária kimondja az ő válaszát, kimondja az ő igenjét, és innentől kezdve elindul az ég és a föld összeér ebben a
soha nem volt pillanatban, amikor az Isten megtestesül, és leszáll valami hihetetlen, mi elképzelni nem tudjuk, csak ilyen kis hasonlatokkal, mint hogyha hangyákká válnánk, azt a nagy leereszkedést, ami a végtelen Istennek az emberré levése egyáltalán a megtestesülés. Pláne olyan körülmények közé, amik azért most hát persze szépek a karácsonyi betlehemek, de igazából egy büdös istáló. A második képen Mária és Erzsébet találkozása valahol minden emberi találkozásnak a mintája. Ott van a két várandós édesanya, gyermekkel a szívük alatt, Mária ugye örömmel érkezik, de hát ugye milyen szavakkal, hogy mondja el ezt a minden biológiai törvényt meghaladó eseményt, ami vele történt, hogy ő szűzen fogant a Szentlélektől, és nem kellenek a szavak, mert szavak nélkül Szent Erzsébet megkapja az üzenetet, és ez az az egység, ami csodálatos, amikor olyan barátunk, barátnőnk van, aki szavak nélkül is tudja, ami a titkunk, ami a legfontosabb. És ebben a találkozásban felújjong a Szentlélek, és kiárad Mária szívéből, szájából a Magnifikát. És ez valahol minden emberi találkozásban ott rejtőzik, ennek a lehetősége, hogy észreveszem, ahogy templomok vagyunk, abban a másik emberben ott rejtőző Isten képére, teremtettségénél fogva ragyogó, csodálatos Isten képet. A karácsonyi jelenet, balra a legalsó, kint van a természetben, szabadon, semmi bezártság, az egész világnak nyitott, minden embernek szóló örömüzenet, aminek van valami nagyon hétköznapisága, közellisége, egyszerűsége, az már egy kis családtörténeti részlet, hogy az a rózsaszín melvéd, ami ott mögötte látható, és a menekülés Egyiptomba képen megismétlődik, a Ménesi úton végighúzódik egy ilyen rózsaszín melvéd. Tehát Molnár Szépál, amikor ott sétálgatott, nyilván egy vizuális élmény volt neki ez a rózsaszín melvéd, ami aztán a képein nagyon sokszor megjelenik. Jobbra fönt Jézus bemutatása a templomban, a törvény előírta az első fiúgyermeket, föl kellett ajánlani a templomban. Törvény, hát az Isten fiának nem kellett volna betartani, de ugye a nyolc boldogság beszédben éppen erről hallottunk, hogy Jézus nem akarja a törvényt megváltoztatni, beteljesít minden kis pontot, vesződ benne, csak kiteljesíti, a szeretet dimenziójába helyezi. Tehát ők is betartották a törvényt, megtörténik ez a bemutatás a templomban, ahol elhangzik ez a fájdalmas profécia Simeon szájából, amiben ugye Máriának megjövendöli, hogy tör fogját szúrni a szívét, és ez a két öreg, Simeon és Anna, az imádkozó ember, a lélekre nyitott ember, aki felismeri, hát az egy kis gyerek volt, az összes többiek is felismerhették volna, de nem, az imádságos ember az, aki észreveszi azt, amit a másik nem. A menekülés Egyiptomba ezt festette meg a legtöbbször. Nagyon sok menekülést festett, ugye, ha megnézzük annak a századnak a történelmét, akkor azért volt benne menekülés bőven. De hogyha ránézünk erre a képre, itt nem evakuált család ijesztő menekülése, nem egy katasztrófa látható, hanem egy békés, csendes, biztonságos menetelés az Isten tenyerén. Tehát ezek a menekülései szinte a gondviselésről szólnak. És valóban, ha szám szerint veszük, a legtöbbször ábrázolta. Jobbra lent a 12 éves Jézus a templomban, hát szörnyű élmény lehetett egy édesanyának 3 napig nem találni a gyermekét, de valahol ebben az elveszésben persze
előképe a háromnapi sírban nyugvásnak is, de azért ezelé a kép elé is odaállhatunk azokkal a három napra, három évre, 30 évre elvesző, Jézust elvesztő emberekről, emberekkel, akiket a szívünkben hordozunk, de talán éppen elvesztették Jézust és az ő visszatérésüket. És valóban mindegyik kép egyébként külön-külön önmagában is szép, önmagában is egy remek mű, megállja a helyét. És akkor a középkép tulajdonképpen most megelőz mindent, mert a behajtás után ugye Jézus halála, föltámadása és a kereszt dicsősége után következik csak Mária mennybevétele, ami hát egy fantasztikus, gyönyörű Mária, és nem ez volt az eredeti. Eredetileg egy sokkal rumlisabb angyalok, felhők voltak, tehát nem egyáltalán, sőt írja is az önéletírásába, hogy sok beleszólás következtében nagyon elégedetlen volt vele, és 1951-ben, amikor ugye a második jegyzőkönyvben már a pasi oldalról, de hát akkor már nem vitatkoznak, hanem a legmesszebb elismerés hangján megkapja a megbízást a pasi oldalra, akkor készülnek a magyar szemtek háromszögei, és a végső kimenettel Krisztus királysága, győzelme, Úr és Király a föld felett az ikon keresztkép. És tehát átfesti 51-ben, és ez a csodálatos Mária, egy olyan hamvas, ami egy belépő a templomba úgy nevezi, hogy harmatos Mária, akit a nap úgy magába szippant, valami hihetetlen légies, gyönyörű, égi tünemény ez a Szűz Mária, és alatta egy kicsit súlyos földi dimenziót hordoz ez a kőszarkofág, és ott a csodálkozó tanítványok, mert Mária nincs ebben a súlyos földi kőben, és az apostolok a legkülönbözőbb csodálkoznak, hitetlenkednek, álmélkodnak, kíváncsiskodnak, tehát az érzelmeknek olyan gazdag skálája tükröződik az arcukon, arról a harmadik Molnár Cépál önarcképe, kikukucskál, ránk néz, rád néz, hogy és te, mit szólsz mindehhez. János a legfiatalabbik egy papírral a kezében, ugye megírta az evangéliumot, latinul rajta van, hogy Pixit festette, a plébános neve, stb. És még aki könyvet tart a kezében, Máté, ugye ők ketten az apostolok közül, akik evangéliumot írtak, mert Márk és Lukács nem a 12 közé tartozott. A predellákon Jézusnak az első és nyilvános utolsó csodája, mondjuk így, a kánai mennyegző jelenete látható, ami hát szintén nagyon gazdag üzeneteket hordoz, biztos nem véletlen, hogy esküvő volt, házasságkötés, az első csoda, hogy Jézus odafigyel még a borra is, és az utolsó vacsora, ahol még tovább megy, nem a vízből bor, hanem a borból az ő vére, az ő teste, a nagy titok, ami, ha lejjebb megyünk, az oltáron folytatódik. Tehát ez egy csodálatos ikonográfia, így együtt, egymás mellett, erre a két képre különösen is büszke volt. És most mielőtt megszólalna a déli harangszó, Paul Claudelnek a Délben a Szűzanyánál című verséből, akkor egy kicsit lépjünk így bele a Szűzanyával együtt ebbe a déli harangszóba és imádságba. Dél van. A templom nyitva áll, belépek. Jézus anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek. Nincs, amért könyörögjek, vagy amit felajánljak neked. Csak azért jöttem, Szűzanya, hogy nézzelek. Hogy nézzelek, sírjak a boldogságtól. Tudjam, hogy a fiad vagyok, és itt vigyázol. Csak egy pillanatra, amikor minden elakad délben, veled legyek, Mária, ott, ahol te vagy. Semmit ne szóljak, arcodon merengvén, hagyjam, hadd énekeljen szívem a maga nyelvén.
semmit sem szólni, csak énekelni, mert a szív túlságosan tele már, ahogy kedvét tölti és váratlanul felcsendíti énekét a rigómadár. Mert szép vagy és szeplőtelen az asszony, akit fölemelt végre a kegyelem. A teremtmény kezdeti tisztaságában és kivirágzásának tetején, ahogy Isten kezéből kikerült eredeti ragyogása reggelén.